A korábbi és jelenlegi válogatottakat, köztük a világbajnok Zapletán Zsombort felvonultató BL résztvevő Répcerak ellen az esélytelenek nyugalmával léphettek dobóállásba nyíregyháziak. A mérkőzésen érvényesült is a papírforma, a hazaiak a 3304 fát elérő NTK-nál közel 250 fával többet dobva hétére megnyerték a találkozót. Már az előjelek alapján is abszolút nem mi voltunk az esélyesének a mérkőzésnek. A Répcerek odahaza sokszor magabiztos győzelmeket aratt, 8-0-7-1-es, 6-2-es győzelmeket. Egyedül a Szeged tudott ott diadalmaskodni. Még eleve úgy utaztunk el, hogy cserejátékos nélkül, illetve a Szlovenszky Tibor is itthon maradt, inkább családi elfoglaltságainak tett eleget. Hogy azt lehet mondani, hogy végül is egy laza délutáni gurításra mentünk el Répcelakra, de mindenképpen szerettünk volna legalább egy belső pontot elhozni, ami végül sikerült a Kastula Zsolt révén. A hétvégén nem rendeznek fordulót a Szuperligában, a nyíregyházi játékosok egyéni verseny keretében lépnek majd dobóállásba. Most ez a hét nekünk arról fog szólni, hogy a megyei egyéni versenyeket kell lebonyolítanunk, ahhoz, hogy ezt le tudjuk, ezt mindenképpen az edzésnapokon tudjuk megcsinálni, úgyhogy azt lehet mondani, egy kis megméretetés így egymás között jön létre. Azt tudjuk, hogy minden játékosunk, mivel szuperligás a csapat, minden játékosunk biztosan tovább jut majd a területi egyéni versenyre, mert olyan magas a kvóta száma a szuperligás csapatnak, és hozzáteszem, hogy az Észak-Kelet-Magyarországi 5 megyének a régiójában egyedül mi vagyunk, csak szuperligánsak, így 16 kvótánk van a területi egyénire szerezve, és ezt mindenképpen majd kitöltjük. Egy kellemes házi versenyt fogunk, azt lehet mondani, így kialakítani, és ezzel is egy kicsit a versenyhelyzetet gyakorolni. A Szuperliga tabellájának élén a 100%-os Szeged áll 30 ponttal, megelőzve a 25 pontos Zalaegerszeget és a 24 pontos Répcelakot. A 10 pontos NTK a 8. helyen várja a következő fordulót, amelyben a Zalaegerszeg látogat Nyíregyházára.